Mint a legtöbb sportág, a jégkorong is könnyen azonosítható jellegzetes mozdulatairól és az ahhoz tartozó egyedi hangokról. Furcsa érzés ezt a villám gyors, intenzív sportágat hangok nélkül látni, érzékelni, pedig van, akinek nem csak a hoki, de az élet minden része így telik. Ő Tapolcai Botond, aki bár siketként éli mindennapjait, ez szerencsére nem gátolja meg abban, hogy korosztályához hasonlóan ő is érdeklődjön a szabadidős tevékenységek a sport iránt. A Ferencváros jégkorong szakosztályához tartozó siket hoki csapaton keresztül került kapcsolatba a sportággal, ami egyből magával ragadta. Most pedig már zöld-fehér kabátban a Fradi Super Mini korosztályának tagjaként készül az edzésekre, amelyekhez hamarosan csatlakozhat. Boti, bár imád ebben a közegben lenni, kameránkat látva érthetően picit félénk, így édesapjával beszélgettünk a kisfiú jégkorong felé vezető útjáról. Dr. Tapolcai Gergely a magyarországi siketek és nagyot hallók közösségeinek egyik fontos ügyvivője, jelenleg pedig úttörő módon országgyűlési képviselőként dolgozik, hiszen ő az első siket képviselő, aki bekerült a magyar parlamentbe. Különleges, jelnyelven készült interjú következik tehát, amelynek tolmácsolásában siket hoki csapatunk kapitánya és ügyintézője Márton Fi Máté volt segítségünkre. Gabi néni, vagyis Kercsóné Gál Gabriella, a Super Mini és a Mini, vagyis a legkisebb korosztályok felkészüléséért felelős edző, és tanítványai valóban nagyon sokat tettek azért, hogy Boti csatlakozhasson a csapathoz. Márton Fi Máté vezetésével ugyanis az egész csapat közösen megtanulta a jelnyelv alapjait, tudásukat pedig a felnőtt csapatnak is megmutatták, amikor edzőtáboruk idején meglátogatták őket a Pest Erzsébet jégcsarnokban. Most van nálunk egy kisfiú, itt hokizik, aki siket, nem tudom, hogy most jelenleg szinte kint van, mindjárt be fog jönni, úgyhogy ezért tanultunk meg jelenni. Mi vagyunk a zöld sasok, villámlábú hokisok. Példamutató hozzáállás. A Fradi legkisebb hokisai már most jelesre vizsgáztak sportemberségből és emberségből egyaránt. Nem mellékesen Botinak is nagyon sokat segítenek a beilleszkedésben. Hogy Botond meddig jut a jégkorongban, a következő években kiderül. És ki tudja, lehet, hogy a Ferencváros hoki szakosztálya lesz a példa, amelynek mentén hamarosan hallók és siketek együtt egy csapatban sportolhatnak.